Budapesten, Kecskeméten, Győrben, Szegeden, mindenhol indul ez a szak, csak Miskolcon nem. Úgyhogy köszönöm szépen! Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a júliusi hónapos vlogban. Most van pont elseje, tehát most szombat van, és rögtön egy ilyen nagyon érdekes tényt, vagy nem is tudom mit közöljek veletek, hogy így ez most így van, vagy lett, vagy nem tudom, ma elég sok, nem ma, hanem ebben a hónapban elég sok ilyen úgymond kicsomagolós videó lesz, meg ilyen dolgok, amiket majd így fogok rendelni, nyilván amit kellenek majd nyárra. Még ez a július, ez egy egész, szerintem ez lesz tényleg egy másfél órás vlog, ez a hónapos vlog. Mindegy, most ezzel nem nagyon húzom az időt. Tehát, az a lényeg, hogy voltunk ma a 100 forintos boltba. Milyen meglepő, amúgy gyakran nem szoktam járni, régen nagyon sokat mentünk, de most nem is ez a lényeg. És így megragadta a figyelmemet egy ilyen kép. Most azt tudni kell rólam, hogy tudjátok, vannak ilyen festmények, vagy mit tudom én, ilyen nagy festmény, vagy kis festmény, kis, jó mindegy, kis festmény. És egyszerűen mindegy szokott nekem tetszeni, tehát nekem az ilyen, tudjátok, ilyen kézzel festett, meg nem kézzel festett, hanem egy nyomtatott, meg ilyen. Tehát ezek általában nekem mindegy tetszik, de sose veszem rá magam, hogy így megvegyem őket. Tehát így mindig nézegetem, és akkor de jó lenne egy szobámban, és így 4000 forint, meg 6000 forint, meg rohadjon meg, és így nagyon inkább abba hagyjuk. És most így megláttam egy képet, és ezt így megvettem. Tehát így nagyon röviden ennyi volt a történet, hogy így ott voltunk bevásárolni, mert onnan kellett pár dolog, és így elmentem, és a kassa mellett volt konkrétan így fellógatva volt egy négy kép, és így elég ránéztem, és így ledermettem egy percig, és csak néztem, hogy wow, ez mennyire jól néz ki, és utána hazajöttünk, aztán elkezdtem méregetni, hogy hát ide pont kiférne ide a falamra, ugye, mert itt a, nekem az ajtón felett van egy nagy hely, tehát ezt mindjárt meg is mutatom, és oda ez pont elférne ez a kép, úgyhogy most meg is mutatom nektek, itt van ez a kép, ez lett nagyon szép, nem? Hogy így néz ki. Igen, tehát ennek van egy szép kerete, amit hát ezt lehet, hogy így marad, végül is így is tetszik, de nekem ez talán fehérbe szebb lenne, de végül is tök mindegy. Na most itt van egy reklám benne, ez nem ilyen támogatott reklám, mielőtt valaki megkérdezi, sok reklám van ebben. De hogy ez annyira brutál jól néz ki az a kép, az összhangja, hogy ez valami zseniális. Na, de hogy miről is van szó, tessék parancsolni, mutatom. Ez lenne az a kép, nem tudom, mennyire látjátok, tehát nagyon fantasztikus. Úgyhogy kicsit én is lássam, tehát ugye ez egy ilyen Texas környékén készült kép, ezt abból gondolom, hogy ide a benzinkot rá van írva, vagy Texaco, vagy nem tudom, tehát ilyen texasi környéken készült kép. És nekem ez a hangulat, ami ezen van, ez... Úristen, GTA-ban jön egy új kocsi, most nézem. Ezt meg kell néznem, mindegy, csak most itt a YouTube-on felajánlott egy videót, hogy fog kijönni valami új kocsi. Ez epic jól néz ki, úristen, vissza kell térni GTA-zni. Na jó, mindegy. Szóval, hogy nézzétek meg az összhangot, tehát ez a... Nekem valamiért... Tehát én ilyen tájképeket nagyon imádok. Szeretem az ilyen... hogy mondjam ezt? Ennek van egy szaknya, ilyen absztrakt képeket, tudjátok, ilyen vonalak, meg ilyen törések, például az én csatorna lap oldalam fejlész, nem tudom minek hívjam azt, tudjátok, hol ott van, hogy Rolli 95 csatornája. Azon például is egy ilyen van, hogy a háttérben nyilván ilyen törések vannak, meg ilyen mit tudom, meg most már az új dizájn is olyan lesz. Ez ilyen letisztult, ilyen törés vonalakos dolgokat is nagyon szeretem. Szeretem az ilyen fehér papíron így össze-vissza vannak ilyen vonalak, ami nem ábrázol igazán semmit, de mondjuk jó színes, vagy mondjuk itt egy szürke, és akkor vagy egy szín megtöri, mit tudom én, egy sárga, vagy egy piros, meg ezeket, tehát így ránézel, és látod, hogy ez a lepukkant, száraz, ilyen nyögvenyelős, vagy hogy mondjam, tehát ennek van egy érzés, hogyha ránézel. Tehát egy ilyen, legből egy ilyen kínzó érzése van, ezt nem tudom, hogy elmondani, nem vagyok ilyen műelemző, vagy mi a szar. De hogy így ránéztek, és így látjátok, hogy itt van ez a kocsi, ami le van pukkanva, igazából ez olyan, mint egy matuka.
ez úgy nagyon hagy az a Verdák egyre, amikor ott külön kimennek abba a kis 66-os út mellett lévő faluba, vagy városba, vagy minek hívjam azt, annak is a környezete annyira tetszik, tehát én egyszer úgy elköltöznék egy ilyen helyről, nincs semmi, csak ilyen sivatag, még ilyen lepukkant szar, már elnézést, de ez nekem annyira bejön, és igen, itt egy kóla reklám, meg ez egy ilyen benzinkúszerű, itt van a benzin, tehát ez a rozsdás, itt is már a festék le van pattogzódva erről, a háttérben látjátok, hogy itt vannak az ilyen sivatagi cuccok, ilyen nagy kopár, sivár terület, a festés mindenhol levallja, mert nekem valahogy annyira bejön az egész kép, hogy ez hihetetlen. Itt a fű, már kiszívta teljesen a nap, nincs semmi élet, tehát valahogy nem tudom, nekem ez annyira bejön, és nem tudom, lehet, hogy ennek vannak ilyen lelkizés, hogy mit tudom én, amit belát az ember olyan, hogy nem tudom, tehát ilyen tökvény, nem vagyok ilyen, tényleg ilyen elemző, mondom, de hogy nekem egy összhangja annyira megtetszett, hogy mondom, ezt én meg kell vegyem. Van egy ilyen szép kerete is, ez egy tök jó igazából fel lehet akasztani. Ez egy kép amúgy benne, gondolom nyomtatva van, tehát nem nagyon ilyen festmény. Bár lehet, hogy festették, de akkor más alatt. De az összhang, hogyha ránéztek, rohadt jó. Na, úgyhogy mindegy, ezt vettem, ezt gondoltam, hogy érdemes bemutatni, mert tényleg így mentem a boltba, és így tudjátok, így ránéztem, mert voltak felette is ilyen, nem tudom, ilyen alapképek, ilyen fa volt rajta, meg tök mindegy, azok is nagyon tetszenek, ne értsétek félre, de ez olyan hibátlan kép, és mondom így, ez hihetetlen nagyon jól néz ki. És tényleg ez a kis bár, ez a lepukkant, ez az élethelyzetet bele kell képzelni magatokba. Én például szeretem az ilyen filmeket is, amikor mit tudom, mennek mondjuk a Walking Deadben van nagyon sok ilyen jelenet, hogy így mindenki van halva, és bejönnek egy ilyen helyre, és az is ki van halva, és ilyen tök, hogy így egyedül vagy, és így nincs semmi ott. Nem tudom, nekem nagyon bőn ez a dolog. Úgyhogy még megmutatom, csak közben valaki hívott, és így letette a telefon a dolgokat, mindegy, szóval ugye itt az ajtóm, és így ide pont felé kifért, tehát ott vannak a többi poszterek, és még nagyjából egy síkba is került, tehát ugye itt ezzel a ezével egy síkba került, ugye nagyon jó, tehát így mindenki, amikor mennék ki valahova, akkor mindig erre ránézek, és ez ilyen oly de bedesz, csak most remeg a kezem, tehát ilyen tök jó összhangja van. Na minden, nagyon megtetszett, úgyhogy megvettem, nem volt rá 2200 forint, úgyhogy örülök, hogy tudtam venni egy ilyen képet, úgyhogy köszönöm, valaki jött kint. Úgyhogy általában ilyen poszter függővek, tehát mindenhol poszterek vannak, de ez annyira megtetszett tényleg ez a kép, úgyhogy nem is nagy, pont elfér itt, tehát tök jó. Nagyon fantasztikus, na. Úgyhogy akkor folytassuk tovább majd a vlogot. Közben nagy erővel készül a 4 éves köszönet videóm. Hát remélem, hogy össze fog jönni. Hát valami csak lesz, na. Úgyhogy akkor majd még találkozunk a következő részben. Azaz itt üzenik, de hogy majd legközelebb. De mennyire király már, nem? Ez az új függöny. Mármint az egyik rész, a másik ott van, az most sem látszik. De jó mintájom. Tök vicces. Na, pillanat. Megpróbálom most így tartani. Itt a valamelyik oldalt mindig erősebb a mikrofon. Azt hiszem az, ott. Hát, hogyha erre nézek, itt erősebb, mint hogyha erre nézek. Mindegy, csak most így magamnak mondtam. Szóval, júliusi vlog folytatás. Nagyon sok minden történt most velem. Én meg olyan lusta vagyok, mint a szar, úgyhogy eddig nem is vlogoltam. A júliusi vlog első blokja az július 1-én volt, most van 22-e. 22? Nem, 21 van, bocsánat. Azért mondom, 21-e van. Ugye csütörtökön volt a születésnapom, aki esetleg nem tudná, tehát most ilyen nagyon fantasztikus volt. Úgyhogy ezúttal is köszönöm szépen mindenkinek, aki gondolt rám és felköszöntött. Köszönöm az ajándékokat is. És hát mint minden évben ez a születésnap mindig egy meglepetés, mert ugye nem gondolnád, hogy valaki felköszönt, közben bejött egy légy, rohadás a pofát, mindegy. Tehát ugye nem gondolnád, hogy olyan is felköszönt, aki nem is számítanál, olyanra, aki meg esetleg számítasz, ő meg nem köszönt fel, mindegy, tehát ilyen vicces, ilyen meglepetés, ezt közben bezárom, mert why not. Nagyon sok minden fog történni, amúgy 22 éves lettem, akit esetleg érdekelne, igen, tehát kinézek így 12-nek most már, mindegy. Tehát most lesz egy nagy ház felújítás nekünk már, amit az én szobámat felújítjuk, azaz kifestjük, meg ilyen portalanítás, meg mindenféle cucc lesz.
Úgyhogy most így majd én körbe mutogatom még egyszer gyorsan. Ebben történt egy pár változás. Tényleg itt a bűvös lény, na mindegy. Tehát lett mi függönyöm, hál' Isten. Tehát nem tudom már, ez kb. 10 éve ugye az ronda fos függöny volt, ami már légy mintát, meg ilyen nem tudom mi volt. Úgyhogy most ez így néz ki, ez ilyen alap, ilyen fehér tudjátok, és van ebben csíkok, nagyon szép, tehát én nekem nagyon tetszik. Nem tudom. Én ilyen izé vagyok, ilyen stylist, tehát én így bemutatom, hogy mik vannak. Illetve van egy ilyen, ez ilyen sötétítő, hát most kihúzom akkor, hogy megnézzétek. Ugye ez nekem az ezelőtti az ilyen narancssárga volt, azért hogyha besötétítettem, akkor narancssárga fénye volt mind a szobának, mint nekem. Ennek meg ilyen szép naturális szürke fénye van, nagyon szép. Ez is ilyen mintás, vannak rajta ilyen csíkok. És majd amúgy ilyen szín lesz a fal, az egyik része, a másik még fehér. Úgyhogy igen, ez ilyen nem ilyen, mint ez, hanem azt csak fel kellett fűzni, azt jelenti tök cuccos, azaz jó. Ezt a műket megcsinál, nem tudom, régebben nem tudom, hogy voltak a függönyök, most már úgy van, kérem szépen, látjátok az alját, hogy ez volt egy 3 méter hosszú függöny. És abból le kellett vágni nekünk, egyenesen azt én vágtam, egy vonalat, adtak egy ilyen valami ragasztó szallag csíkot, úgy nézett, mint egy üvegfólia, vissza kellett hajtani a függönyt, és arra rávasalni, és akkor így szépen lestoppolta, vagy hogy hívják, ezt nem tudom, tehát nem kell varni, hanem csak egyszer átvasolod, jó ötletben egy hiba, igaz, és kész. És tök jó. És mondom, wow, ilyen technika van öcsém már, hogy régen mit össze kellett szenvedni, ugye? Most meg tessék. Na mindegy, úgyhogy ezen szép és kontrasztos lesz. Na, úgyhogy így gyorsan elmondom, így elmesélem, tehát ott a légy. Tehát, hogy forduljak, hogy ne sértsek jogokat, valahogy tudom, hogy így kéne. Na, szóval, az lesz, így lesz átfesom, most az egész szobám ugye sárga. Ez ezelőtt kék volt. Tapétás kék, azután le volt szedve a tapéta róla, és utána lett ez a, amikor fel lett újítva a padló is, utána lett ez egész sárga, de tényleg minden sárga lett. És ez lett kialakítva, vagy a bútorok, meg minden, és én most úgy gondoltam, hogy olyan lesz, hogy igen, sajnos tudom, majdnem minden YouTube-osnak így néz ki a háza, de hogy ilyen, ez ilyen elegáns stílusú, meg én szeretem is amúgy. Tehát úgy fog kinézni, hogy ott a hátam mögött lévő az a fal, amin vannak majd a poszterek, az fehér lesz, itt a plafon is fehér lesz, illetve ez a fal is itt mögöttem fehér, tehát ez így a... Ez a három fal itt, mármint a két fal meg a plafon, ez itt fehér lesz, és itt például az a fal is, meg ott hátul az a fal is, az pedig ilyen szürke, tehát mondjuk egy ilyesmi ezüst szürkére gondoljatok. Tehát ilyen elég, ilyen kontrasztos lesz, hogy mondjam, ez a szoba. És én ezt így gondoltam, hogy ez így tök jó lesz, és akkor ezért most így, hát a függönyek voltak az első checkpoint, ugye most így beszereztünk ilyeneket, majd az ajtó le lesz festve ugye szürkére, és kíváncsi leszek, hogy fog nézni, mert hát tényleg ez a sárga, ez már elég gagyi, kis van már szívva, meg ilyen, hát tök szar, mindegy, úgyhogy ez lesz. Hál' Isten, nekem nagyjából mindenem így, tehát az ágy is ugye fehér, az ágyam, nagyjából fekete dolgaim vannak, a bútorok azok egyszínű, ilyen, bútor színűek, ezt nem tudom, hogy mondjam, ezt tudom, imádom, úgyhogy mindenhez venni fog. Na, csak így ennyit akartam elmondani, úgyhogy most nagyon sok dolgom volt, ugye ez születésnap, névnap, most akkor a YouTube-ra is kell egy csomó minden, most igen, a 4 éves köszönet videó még mindig csinálom, mert egyszer nem haladok vele, közben van egy csomó videóm, ugye most nem volt intro, most végül is megcsináltam, a tavalyi intrókat fogom felhasználni, mert az agyvérzést kaptam ma, vettünk két intrót, 3000 forint, arra még a PayPal rászámított 200 forintot, mert amúgy rohadjon meg, na mindegy, és végül is nem is vettek jó, úgyhogy valahogy majd azt vissza kell igényelni ezt a pénzt, nem tudom hogy, úgyhogy a tavalyi intrókat, mert az nagyon tetszett, az is 3000 forint volt mind a kettő, úgyhogy azt fogom használni, kicsikét belenyúltam, tehát kicsikét ilyen jobb szín hatások vannak alatta, meg nyilván a zene is más, az outro-t még meg külön meg kell csinálni, kell még csinálni egy csatorna bemutató videót, egy újat. Fogok csináltatni még egy új pólót az új dizájnommal, ami nem sokat változott, de még mindig jobb. Remélem, hogy nektek tetszik az új borítókép, meg dizájn, így a csatornának, az 5. évi dizájnja. Most ilyen elég ilyen letisztult, ilyen fehér, meg ilyen halványkékes dizájn kapott, igen. Most nem volt kedvem így nagyon beletenni minden szart, hanem most csak ilyen fehér és kékes, kész, ennyi. Úgyhogy nagyjából ennyi. Mit akarok még mondani? Ja, most vonalban
Igen, tehát nem voltak vlogok, mert most lusta voltam, mindegy. Rendeltem ugye jó pár cuccot, amit a felét vissza is kellett küldeni. Aztán most ilyen, mit tudom én, mik vannak most egyelőre. Születésnapom után rendeltem egy jó dolgot, vagyis hát kettőt, sőt hát négyet, hogyha úgy lehet mondani. Úgyhogy sose lesz gépem, annyi a lényeg, számítógépen az életben nem lesz, de legalább van sok cuccom, ami tök jó. Úgyhogy majd azt egy, szerintem még hogyha idén, és hát hogy nem idén, hanem e hónapban megérkezik, ha elég sanszos, szerintem jövő héten meg is érkezik mind a kettő, akkor azt bemutatom. Az egyik a legelső konzol, ami volt. Igen, köszönöm szépen. Úgyhogy érdekes. Mostanában kezdem beállítogatni amúgy, rájöttem, hogy hogy így lehet amúgy a YouTube-ba pénzt keresni, és van egy ilyen opció, és nem vagyok partner, nagy az ügyétek, hogy én most itt izé leszerződtem, vagy valami, meg annyi nézettségem sincs, hogy én ebből milliárdos legyek, de egy fél évvel ezelőtt bekapcsoltam ezt a pénzkeresési módszert a YouTube-on, és ezáltal, hát én be kell valljam az őszintén, minden hónapban van kb. 5000 megtekintésem, ami után 150 forintot maximum kapok, tehát van amikor 150-et, van amikor semmit, van amikor 100-at, és most kb. 800 forintom van. Tehát, hát ugye 7. hónapban vagyok, azaz júliusban, nem terhes vagyok, hanem ugye júliusban tartunk, tehát ez 7 hónap, így január óta van ez kb. Nekem bekapcsolva, azóta ilyen 800 forint jött össze, tehát köszönöm szépen. Úgyhogy mostanában ráálltam arra, hogy most minden videómat szépen át fogom nézni, és lesznek benne reklámok, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha esetleg valahol tök random, mert össze-vissza pakolgat bele a YouTube reklámokat, lesznek reklámok, azzal csak engem támogattok, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha azt figyelembe veszitek, vagy nem tudom, hogy kell mondani, hogy vannak reklámok. Tényleg nem azért csinálom, hogy ebből milliómos lehet, vagy valami, de meg szeretném nézni, hogy ez mit hoz ez, hogy pénz, meg ilyenek így YouTube-bal. Úgyhogy hát elnézés, de sajnos most ez lesz. Mint ahogy mindenkinél szinte vannak nálam is itt már reklámok, viszont még partner nem vagyok, úgyhogy nem kell ilyen kötött szar videókat csinálnom, hanem azt csinálok, amit akarok, és még lehet, hogy kapok érte havonta 100 forintot. Ez az. Na, úgyhogy igen. Hát ugye nagyjából ennyi most így a dolog. Most mondtam csak, hogy és hát gondoltam, hogy csak így gyorsan elmondom ezeket, hogy mik vannak, meg nem tudom, már közben tényleg leszakad a kezem. Eddig nem volt egyáltalán nem volt időm, tehát komolyan most is van 15 játék, amit még streamelnem kéne, közben 3 játék van, még telefonon is bemutatni kéne, egy csomó minden van. Tehát ilyen, oh my god, és közben ugye itt újítgatunk, ugye nyár van, menni kell haverokkal, mit tudom én, focizni járunk, közben videókat kell tervezgetni, tehát ilyen minden van egyszerre. Úgyhogy ezért elnézést kérek, hogyha így késve érkeznek a dolgok, de tényleg mindenhol most már ilyen nagyon ezért túlhajtom megint magam. Most hál' Isten megint beteg lettem. Nagyon szuper, valami fos ízét elkaptam megint, ilyen hasmenés, nincs étvágyam szart. Úgyhogy köszönöm szépen. Na, de mindegy, nem is ez a lényeg. Tegnap volt egy nagyon érdekes történetünk, ezt még lehet elmondom. Viszont az lehet, hogy leülök, mert már nem bírom tartani a kamerát, úgyhogy hát ez hogy legyen? Na tegyem ebbe, mert itt van egy ilyen kis tartó. Kicsi fényt is adok, mert ilyenkor ennek az a baj, hogy nincs fény, és akkor így vibrál ez a kép. Mindig nem is ez a lényeg. Tegnap voltunk, képzeljétek el, ez egy nagyon vicces, de igazságos történet volt, mármint igaz történet. Én soha nem hittem volna, hogy ilyen történni fog velem. Ott voltak Ákos kollégáik, és sziasztok innen, ha nézitek, bár biztos nézitek, mert miért ne néznétek. De lehet, hogy nem. Mindegy. Nem is ez a lényeg, most szar a kép, tudom. Nagyon közel vagyok. Általában nem tudok menni, mopszed idáig. Na, tehát voltunk a... Itt nálunk Miskolcon van ilyen Tesco, és már mi mindenhol van, de hogy oda mentünk. És ott volt előtte ilyen Müller nevezetű bolt, ha kimondom most, ki ne járna oda. És amúgy vettem Bean Boozledet egy csomaggal, azt reggel megettem, és azt le akartam videózni, hogy abból csinálok ilyen challenge-et. Hát a kamerám szerintetek mennyit vett fel? Ugye kint voltam, tök jó idő volt, 10 percet felvett a kamerám, és utána kiírta, hogy kapcsoljam ki, mert hogy túlhevült, és le kell hűtenem. Nyilván én ezt úgy csináltam, hogy nem láttam, hogy a kamerám mit vesz, és én azt végig csináltam. És a kamerám ebből 10 percet vett fel, úgyhogy idegenben azt is kitöröltem, úgyhogy nem lesz Bean Buzzled Challenge, úgyhogy maximum majd még egyet veszek, aztán megnézzük.
volt benne halott hal, azóta is halszagú a szám, nagyon szar, mindig. Tehát tegnap voltunk így a Müllerbe, és vásároltunk minden, aztán amikor mentünk volna már fizetni, arra lettünk figyelmesek, hogy két, hát nevezzük cigányasszonynak, most már kimondom, ott balhézik egy eladóval, és az egész bolt így hallotta, meg rájuk nézett, igazából leszart mindenki. Aztán minden alkalmazott kifutott oda a bejárathoz, majd utána egy ilyen, mint egy ilyen ember barikád, lezárták az ajtókat, meg ott be is álltak, hogy nehogy kimenjenek. Az volt a lényeg, mindegy, nagyon nem sokat értettem, valami olyasmi volt, hogy ők a mellette lévő cipősboltba bementek, és ő levette, vagy hát ők levették a saját cipőjüket, kicserélték a... levettek egy polcról egy random cipőt, a dobozát ugye felnyitották, a cipő, ami a dobozba volt, azt felvették a lábukra, és az ő cipőket visszatették a dobozba. És így jöttek át a másik boltba vásárolni, hát gratulálok innen is, úgyhogy az onnani alkalmazott jött át ide, hogy akkor ez így mi volt, és a cirkuszoltak, aztán mondták, hogy kihívják a rendőrséget. Na a rendőrség, hát minket kiengedtek kb. 3-4 óra várakozására később, addigra se ért oda, úgyhogy nem tudom, hogy azok ott voltak-e, vagy nem. Az a vicces, hogy a rendőrség 2 perce volt mellettük, meg volt egy kb. 5 percre, de hát egy 3-4 órát nem értek ki, mindegy, úgyhogy hát így bent ragadtunk, úgymond a boltban. Nem engedte ki, se be. Tehát aki kint volt, nem tudott bejönni, aki bent volt, nem tudott kimenni. És így tök vicces volt, hogy mindenki itt jött, és így nem értette, mi a szar. Le van zárva az épület, érted? És mindenki ott állt, és így néztek. Úgyhogy kaptunk két ilyen izét, ilyen kárpótlásként, nem tudom, ez ilyen parfüm, mint a valami. Kenzo, meg Jean-Paul Gaultier, Le Male, nem tudom, ezek ilyen 60 ezer forintos parfümök. Tegnap már tényleg azt néztük a parfümöket. Láttam, hogy ilyen 50-60 ezer forintos parfüm, és olyan ekkora, ezért mondom, oké. Úgyhogy ez csak ilyen, tényleg, ilyenek történnek itt. VTF, úgyhogy nem tudom, veletek történt-e már ilyen, velem soha, és ez volt a legelső alkalom, és így nem ijedtem meg, még nem volt semmilyen fegyverük, tehát hogy nem az volt, hogy ilyen túlzejtésé valami, csak hogy ez a, így mennél tovább, és így nem bezárnak, és akkor oké, és akkor úristen. Na mindegy, úgyhogy akkor folytatjuk még ezt a vlogot, csak itt gyorsan elmondtam, hogy mik vannak, meg miért nincs videó, meg mit tudom én. Ennek ellentétben azért én köszönöm szépen a rengeteg feliratkozót, meg pozitív visszajelzés, meg támogatás, meg úristen. Úgyhogy hát lesznek videók, nyugodjatok meg. Csak velem mindig ez van, hogy én úgy vagyok, hogy így valamikor semmit nem csinálok, aztán még mindent egyszer nagyon sokat egybe. Tehát így, és most megint ez van, hogy eddig a június szinte így végig pihentem, most a júliust is. Most elkezdtem így akkor kedvet kapni megint, hogy akkor videózzak, és akkor ilyenkor minden egybe. 500 videó, 500 live, 500 program, 600 izé, és akkor még nem is beszéltünk, hogy akkor még éjek is emellett. Egyek, aludjak, érezzem jól magam, ugye, mert hogyha valaki YouTube-ozik, akkor ezek azért, na, nem egyszerű. Úgyhogy most csak gondoltam, beszámolok el, hogy ilyenek vannak, ne jegyetek meg. Lesz minden. Ha lehet, csak én parázok magamtól, hogy mi a szar, igazából mindegy. Na, úgyhogy, hát akkor még folytatjuk. Nem tudom, hol lesz legközelebb a következő bejelentkezés, de remélhetőleg addigra megjön a két cucc, amit rendeltem, sőt lehet, hogy 4, igazából nem tudom még, hogy mennyi jön, vagy mennyit rendeltem. És, ja, meg hát, várjatok, még egy ezé off téma. Tényleg, most jut eszembe, így ránéztem a képernyőmre, és hogy ez egy tegnap történt, pont, és hát a tegnap előtt így, nem tegnap, a 21-e van még mindig róla, jó, köszönöm szépen, tehát 20-án, tehát pont a születésnapom. Mi a szar? Tehát 2017. 7. 20-án, nem tudom ki ismerte, ki nem, én például személyes kedvenc előadóm volt, ugye Chester Bennington, a Linkin Park együttes énekese, öngyilkos lett, hát én komolyan ott sokkot kaptam. Tehát, hogy ez mi? Érted, pont a születésnapon. És tehát én kisgyerekkoromban, hogyha nem hallgattam zenét egyáltalán, tehát utáltam a zenét hallgatni, akármilyen zenét utáltam hallgatni, és a Linkin Park volt a legelső olyan együttes, főleg ugye a Transformers-ben hallottam őket szinte legelőször, ugye a What Type Down, vagy nem tudom már melyik volt a... azt hiszem az, a első számuk, aztán onnantól kezdve nagyon megszerettem őket, és így kb. 4. osztálytól egészen 8-ig ugye gengeltünk ott osztályba, és akkor ezt hallgattuk.
még ebből írtam 8. ilyen ének vizsgámat, vagy nem tudom, hogy ki a kedvenc előadód, és akkor Linkin Park volt, vagy zenész társulat, vagy mi. És hogy én is értsem, így rajtuk nőttem fel, és a tényleg ez a Chester is egy fantasztikus ember volt, tehát hogy szerintem ő volt az egyetlen énekes, aki tényleg küzdött azért, hogy ő nem lipszinkert, meg nem tudom, ki ismeri ezt mindegy, tehát ugye minden, még nem playbackelt, még mi az Isten, hanem ő tényleg kiment a színpadra, és beleénekelt a mikrofonba, hogyha nem volt hangja, akkor is. Tehát ő tényleg, és mindig próbálkozott, és tényleg nagyon szép hangja volt, és egyszer nem értem, és öngyilkos lett, és komolyan egész nap este itt sokba voltam, hogy ez mi a szar. Úgyhogy... És komolyan, csak a jó emberek halnak meg most, hogyha így rá lehet mondani ezt. Tehát ugye nem régen halt meg ugye Paul Walker, most akkor ő. Jó, nyilván egy csomó ember meghal, de hogy így ilyen híresélyek közül érted. Az ilyen retkek, akik meg zé itt vannak, meg a tegnapi cipős volt, de azok meg élnek 200 évig, hogy a rohadások offáljuk az összes ilyen szarnak, meg az ilyen csaló fos nyomorék ember élt, öcsém 600 évig, érted? A jó normális emberek, akiknek tiszta szívük, meg lelkük van, érted, azok meghal 30 vagy 40 évesen. Mi a szar ez? Világ, köszönöm szépen. Úgyhogy komolyan tiszta sokba vagyok még mindig. Na mindegy, ez tényleg csak ilyen off-téma volt, úgyhogy... Hát rip, nem tudok mit mondani. Mindegy, úgyhogy majd akkor folytatjuk még valamikor ezt a vlogot. Még van 9-10 nap. Ó, 10 napunk van. Na, látjátok, ez most felvédított. Azt hittem, hogy már csak 9. Úgyhogy 10 nap. Úgyhogy még folytatjuk. Nos, hát folytassuk akkor a júliusi vlogot, mert még július van. Na, most azt kell tudni, hogy most megint ma is rendeltem egy csomagot, mert ez most mi a szalagot? Értem, azt hittem, leállt a felvételt, nem. Ami most az új kamera állvány, van a telefon, honnan nézitek. Most egész jó, bár annyit észrevettem, hogy egy ilyen minimális hangja van. Mondjuk, hogyha itt fogom, akkor nagyon nincsen, igen. Tehát az egyik oldalon egy minimálisan lötyög, de hát szerintem ez már elengedhető neki, úgyhogy így szerintem egy minimális szinten így stabilabb is lesz a kép. Meg olyan tök biztos így fogni, tehát nem azon, hogy csak kezembe fogom, aztán bármelyik pillanatban kiesik. Úgyhogy én teljesen meg vagyok elégedve amúgy ezzel a kis ketyerével. Már úgy most pont meg kéne fordítani, mert hogy elő legyen az izé. Úgyhogy lehet, hogy inkább így kéne, hogy legyen. Igen, itt van elő az exponáló gomb. Bármelyik azt szerintem tök mindegy, hogy hol van. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem itt van egy pepkeddi. Most így fog kamerázni, mindegy, szóval ő jött. Ő, mert ő egy pekkedli, úgyhogy majd ezt így szépen mindjárt kibontom, megnézzük, hogy mi van benne. Ezt azt kell tudni erről, hogy ilyen születésnapi ajándék, legalábbis én születésnapomra rendeltem, és most jött meg. Hát így 5 nappal később. Igazából nagyon jó volt, mert ilyen nagyon olcsón sikerült így hozzájutnom, de majd mindjárt megnézzük, hogy mi van benne, és úristen, hát igen. Örülök is, meg olyan, nem tudom, boldog vagyok. Rég volt már ilyenem, és most így megint van. Úristen, meg nem tudjátok, miről beszélek, én meg igen. De az a baj, én se, hogyha nem az lesz benne, akkor, de hát csak az lesz benne. Na, úgyhogy akkor mindjárt leplészelem valahova, és akkor kinyitjuk. Sőt, lehet az lesz, leköltözünk ide, oda, ezt addig leteszem, és akkor ezt itt kinyitom. De jó nehéz, bakker. Na, akkor nem is váltok állványt, hanem ez teljesen jó lesz, ugye tripod, meg minden, oda leköltözünk, és akkor mindjárt kinyitjuk péle. Na, most ilyen érdekes kamera beállítást találtam, az mi az ott? Bug? Találtam. Na, viszont akkor most így itt vagyok a kamera felett, így teljesen pontosan éppen hogy, és ez így tök jó egyelőre. Talán egy kicsit így, igen. Ez akkor egy minimális szinten rezeg, de amúgy teljesen jó. És kajak megállt, halljátok? Tehát, hogy így megállt a padlón, mármint az állvány, és veszi, amit akarok, hogy vegyen. Hát ez hihetetlen. Nagyon jó. Nyilván azért mit várnánk egy ilyen közel 10.000 forintos állványtól. Mármint, hogy nem számít, na mindegy, ez hosszú történet, szóval nem egy nagy csoda, de tök jó. Na, úgyhogy most a 65. késemmel, amúgy ez volt a legelső ilyen bicskám, ezzel már látszik is a rozsda nyoma, meg ez már elég sokat használtam, ez egy ilyen CRKT copy,
Bele van gravírozva a nevem. Tök jó, mindegy. Ez olyan megtetszett annó nekem, mert ezek ilyen, mi ez, ilyen bicikli lánc, vagy motorlánc, vagy nem is tudom milyen. Meg ilyen tiszta fémes, úgyhogy ez volt a legelső késem. Mindegy. Na, úgyhogy ezzel kibontom. Remélhetőleg nem lesznek benne ilyen sérülékeny anyagok. Tudom én, ilyen papír vagy valami. Már elvileg nem kéne benne, hogy legyen. Mondjuk elég lazára vették ezt a csomagolási módszert, tehát hogy így két oldalt, érted, így le van tépelve, azt annyi. Én amikor küldtem vissza csomagot valamikor is életembe, akkor legalább így 64-szer, tudjátok, átszelluxoztam, gyors kötegető, gemmel kötekedő, mindegy, szóval a kötegelő, meg papír, meg minden szar ragasztót rátettem. Értem. Itt valamilyen nem akarja átvágni. Most már igen. No, hát akkor nézzük. Nézzük meg, hogy a csomó úristen mennyi újság. Azt látjátok? Mi a set? Itt van benne. Jó, akkor bányászunk az újságok között. Még amúgy mindig ezt tartom amúgy a legjobbnak. Hoppat, és ott az alja. Úristen. Szóval még mindig ezt tartom a legjobbnak én is, ezt az újságot. Mármint, hogy ilyen csomagolási módszernek, ugye, mert most a 21. század már a legújabb találmányok, ugye, hogy van ez a buborékos fólia, meg az Isten tudja, de én még mindig azt mondom, hogy az újság, az mindig meg fog védeni mindentől mindent. Ezt jól megmondtam. Úgyhogy ez egy tök jó dolog. Na, viszont, hogy mit is rendeltem én, és mi az, ami itt van, nem tudom, ebből kijön rá, hogy mi ez. Nagyon ikonikus alakja van. De akkor most ezt gyorsan elmondom, és akkor majd még kicsit mesélek erről. És ahogy látom, rohadt jó állapotban van, mondjuk pont itt van rajta egy ször, de az igazából tök mindegy. Na, hogyha még nem találtátok volna ki, de amúgy ide van ráírva, akkor kérem szépen, ez egy... Hát nézzetek rá! Oh my god! Valami kicsit lötyög benne, azt hallgatom. De igazából leszarom, mert van, úristen! Na, szóval ez egy Super Nintendo SNES készülék. Azért SNES, mert Super Nintendo Entertainment System, mindegy. Ugye ennek az elődjét gondolom mindenki ismerte, az a NES volt. Én azt nem, én nekem ez volt az életem legelső konzolja, amit meg is kaptam karácsonyra. Egyik karácsonyomra, nem tudom már, amikor még nagyon kicsi voltam. És ez az a PAL version. Ezt nem tudtam, hogy ez NTSC vagy PAL lesz-e. És egész jó, nézzétek a kártyaolvasója, de jó, tök jó. Reset. Power. Oh, mi volt benne power? Mindegy, már nincs. Eject. Úristen, de egy stock konzol volt ez, Jézus Isten. Na, úgyhogy aki nem tudná esetleg, itt van majd a power. Úristen, még kapcsolgatni is kell. Adapter, minden van hozzá. Exit, na ezt nem tudom, hogy itt mi van. Itt valami kis exit, nem tudom. Itt van a sorszáma szerintem. Super Nintendo Entertainment System, PAL, Control Deck, Model, SNSP 001 AFRG. Ezt majd meg fogom nézni, hogy 1992, Midi Japan, SNSP, hol, hogy ez hanyas sorszámú, milyen gyártású, milyen évjáratú. Itt van ez az UP12, nem tudom. Tehát, mert ugye ezeknek is rohadt nagy értékük van. És ez ahhoz képest rohadt jó állapotban is van, ahogy látom. Már van benne egy darab, ami zörög, de igazából leszarom. Úgyhogy életem legelső konzolja ez volt. Ha hiszitek, ha nem. Mármint, ezt csak úgy mondom, hogy... Ugye azóta csak Sony-m volt szinte, tehát PS2, PS3, PS4, PS Vita, PS, PS, Sony, PS. Viszont a legelső konzolom az egy Nintendo SNES volt. Úgyhogy... Erről majd lesz egy történetem, de akkor ezt csak így bemutattam, hogy ez így néz ki maga a gépezet. Igen, nagyon egyszerű és letisztult, úgyhogy ezt kicsit félreteszem. De még itt jön a többi jó dolog, mivel elvileg minden tartozik, ha megvan hozzá. Ugye nagyon drágák mostanában, van itt egy ilyen cipős doboz-szerű zokni is, meg egy farnettis tasak.
nem mentek véletlenre. Úristen! A power. Ah, és még játék is van hozzá, jó, akkor ezt ugye megnézem. És elvileg ez így ennyi. Igen. Jó, akkor ezeket így szépen visszatesszük. Ezt esetleg, ha majd megyünk esetleg telekre, Ákosék, nem tudom, ti nézitek el nyilván, vagy akarunk kerti partizni, szerintem akkora elteszem. Jó sok papír el lehet égetni. Úgyhogy ez így off, de szóval tegyem, hogy ne legyen, mindegy, az ott jó. Szóval, vannak ilyen egyéb dolgaink, szépen lehelyezem ide nagyon óvatosan. Azt tudni kell, most akkor egyből kezdjük a játékkal. Itt valami van ráírva, mindegy. Tehát nekem életemben, amikor ugye megkaptam ezt a legelső játékkonzolomat, ez az egyetlen játék volt meg hozzá, azt hiszem. Ez volt a kedvenc játékom, ez a Super Mario All Stars, amiben benne van a Super Mario 1, 2, 3, meg még 2 valami extra verzió, és nekem a 3 volt a kedvencem, azzal játszottam sokat, de mind a 3-mal nagyon sokat játszottam. Ez is Paul verzió, ez is Japánba készült, beszarok. És ez, ahogy látom, egy teljesen eredeti ilyen kazetta. Ugye ebben voltak ilyen kopik, nem tudom, az a sárga kazetta, nem tudom, az nekem sose volt. Tehát nekem életemben tényleg egy darab Nintendo konzolom volt, az is egy darab eredeti játék, mégpedig ez. És amúgy ezeknek a kazettáknak is az ára ilyen 7-8 ezer forint most még. De ez ugye, ahogy telik az idő, annál drágább lesz, főleg, hogyha jó minőségű és használható. Hát megkérdeztem az eladót, akitől vettem, ugye, mert ezt így vettem egy oldalon keresztül. Hát nem fogom őket reklámozni, tudjátok melyik az, mindegy, tehát a goodcatch.hu, mindegy. És azt mondta, hogy ezek ilyen működőképes, teljesen jó állapotú dolgok. Itt valami rá van írva, ezt nem tudom, hogy ez mi, de itt vannak ilyen, ez azt hiszem német, tehát akkor ez lehet, hogy ez is 1992, tehát akkor ez stimmel, oké. Nintendo Made in Japan, úgyhogy ez lehet, hogy Németországból lett vásárolva, aminek külön örülök, mert akkor azok ilyen extra figyelmet szenteltek annak, hogy ez működjön. Ugye majd ezt kell szépen bele importálni középre a Nintendo konzolunkba, és akkor így fut a játék, és ezt az egyetlen játékot rendeltem én is hozzá, mondom, ez bőven elég lesz, úgyhogy ezzel fog játszani. Csodálatos. Na, de a Minden Kontroller Őse Atya című történet, jó, tudom, ez a második generáció, mert, vagyis hát volt ezelőtt is még egy csomó kontroller, és hogy láttam, tök jók a gombja is. Úristen. Igen. Na, úgyhogy viszont ez, hogy ez mindkét oldalra használatos, de jó, mindegy. Tehát, számomra a legelső konzol, ez a 005-ös verzió, mindegy, mint legelső konzolnak a befolyásoló tényezője, ez a kontroller volt. Ezt én minden kontroller ősének hívom, nyilván ezek alapján kezdtek ilyen úgymond formásabb és testesebb kontrollereket gyártani. Nyilván tudom, volt a NES-nek is, annak ilyen kocka kontrollere volt, meg volt a Nintendo 64, aminek ez a, tudjátok, volt ez a két oldalt meg lehet fogni, plusz még középen itt volt egy joystick, meg 500 ezer gomb, de ez volt az ilyen nagyon leegyszerűsített, ilyen árkádosított dolog. Amúgy a Sony ezeket kezdte el kopizni, mármint a Nintendo, sok Nintendo vonás volt benne. Ugye ezt nem tudom mennyien tudjátok, ezt nagyon gyorsan elmondom, tehát ugye a Nintendo azt hiszem az SNES helyett akarta a PlayStation brandet megalapítani, amit a Sonyval közösen akartak csinálni. Valahogy így volt a történet, én sem tudom pontosan, és valahogy után összevesztek, és a Sony megalapította a PlayStation mint saját brand. Ugye a Sony igazából annyit tett bele ebbe az egész konzol dologba, hogy akkor már a CD-s verziót ők csinálták, tehát ők igazából magát az alapgépet, tehát a konzolt a Nintendo csinálta úgymond meg a Sonynak,
amit ismerünk PlayStation 1 néven, viszont a Sony tett bele, ezek helyett a gagyi kártyaolvasók helyett, ugye mert ez nem volt valami nagyon menő dolog, egy eredeti ilyen CD olvasót, nem is tudom azokban még mi volt, hát gondolom CD vagy lemezolvasó mondjuk azt, és valahogy összevesztek, és így megalapította a Sony a PlayStation brandet, amivel a PlayStation 1-et, és ezért nagy a hasonlóság mind a kontroller, mind a gép kinézete között, csak ugye az sokkal biztosabb volt, mint ez a kártyás rendszer, és azt hiszem talán utána megalapította, és hát csinálták ezt a SNES-t, mert akkor így két külön ágazatra szakadt a dolog, és hát nagyjából ennyi a története, amit én ismerek belőle, úgyhogy nagyjából a PlayStation konzoloknak, illetve a PlayStation kontrollereknek ez volt az őse, ez a kontroller, de ahogy látszik is, ugye, hát ugye rákerült két joystick később a PlayStation-nél, de tényleg ez a Start, Select gombok, a D-pad elrendezés, itt a, ezek a gombok, nyilván itt a X, Y, A, B, ugye itt meg van fordítva, hogyha így néznénk a, hogy kell így, azt hiszem a Xbox gombokat is, itt van két shoulder button, ezek is tök jó használatosak, úgyhogy ezzel játszottam nagyon sokat még általános iskolás koromban, amikor kicsi voltam. Fú, nagyon menő. Na, igen, és van hozzá egy, ez is azt hiszem eredeti kábel. Igen, tehát ezeknek még a tartozéka is nagyon sokat érnek, tehát azt hiszem egy ilyen eredeti kábel hozzá 5000 forint. Egy eredeti, jó minőségű, működőképes kontroller 6000 forint. Egy tápkábel 5000 forint. Egy játék hozzá ilyen 7, 8, 9, 10 ezer forint. És én nagyon olcsón beszereztem. Úristen. Úgyhogy igen, ennek ez a három, ez az RCA, nem tudom mi ez a kábel, igazából nem nagyon ismerem, de mindegy, ez, ugye ez a kettő használatos, azt hiszem, igen, mindegy, szóval ez megy majd a gépbe, és akkor használható tévével, ugye ez a nagyon más nem volt, tehát ilyen DVI, vagy melyik a másik, az nagyon nincs ezen, de ezzel használható. Illetve van még egy power brickünk, ez rohadt nehéz, ami a powert szolgálja a gépünkbe, és ez nagyon nehéz. Ez komolyan mondom, van egy kiló szerintem. Ha hiszitek, ha nem, ez vagy egy fél kiló, de szerintem egy 75 deka minimum van. 50 Hz, 17 watt, 230 volt, 220 amper, nem tudom, mindegy, szóval lesz szükséges még a működéséhez, úgyhogy hát akkor majd én ezt beindítom, és játszok. Ha esetleg nagyon érdekel titeket ez a Super Mario dolog, akkor lehet, hogy telefonnal fel tudom menni, de ugye telefonnal felveszük a tévét, az annyira nem jó minőségű, úgyhogy az annyira nem tudom, hogy abból mi lenne. De mondom, hogy ha tényleg nagyon érdekel titeket, akkor írjátok le majd a videó alá, és akkor valamit majd csinálunk vele. Most akkor ezt gyorsan kiaplikál. Ja, úgyhogy akkor ennyi lett volna ez az úgymond ilyen számomra ilyen utószületésnapi ajándék. Ugye mivel mondtam, hogy nekem ez volt a legelső konzolom életemben, és volt egy ilyen történet, hogy aztán ugye amikor megkaptam az első PS2-met, azt is nem tudom milyen 12 éves koromban, nem tudom, akkor volt nekünk egy ilyen eredeti gép, aztán ezt odaadtuk valakinek, mert hogy ilyen ismerős volt, és akkor nagyon sajnáltam, hogy én nem akartam odaadni, de mondták szüleim, hogy válasszak, hogy akkor a PS2 kell, vagy a Nintendo, mert akkor valamelyiket odaadják, és mondom, hát nekem mind a kettő kéne, de ők győzködtek, hogy akkor az egyiket adjuk oda, mert hogy úgysem használom, pedig használtam mindegy, úgyhogy ilyen szomorú történet lett a vége, hogy oda kellett adnom a Nintendo-mat. Pedig nagyon imádtam, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy így 22 évesen visszavásárolom, mert ennek később is lesz értéke, meg mondom, hogy én imádtam, nagyon jó volt, és mondom akkor így, főleg aztán nézegettem úgy kb. 3 éve, hogyha lenne olyan olcsón, olyan ilyen összeállítás, tényleg, hogy a Super Mario All-Stars-zal, egy kontrollerrel, kábellel, eredeti jó minőségű működő gép minden alkatrészével, akkor én ezt megvenném, és most nagyon sikerült, és nagyon jól sikerült ezt megvenni 14 ezer forinttal a futár költséggel együtt. Úgyhogy mondom, hogy tényleg egy darabja esetleg ezeknek szerintem két darab ér annyit,
mint amennyien az egész gépet vettem. Úgyhogy nagyon örültem. Na, úgyhogy nagyjából akkor ennyi lenne most így a Nintendo SNES-sel kapcsolatos dolog. Még van 7 nap azt hiszem a júliusból, úgyhogy még lehet, hogy valahol el fog majd menni. De hogyha nem, akkor még egyszer mindenki majd bejelentkezek azért. Úgyhogy akkor remélem, hogy ti is örültök ennek, hogy én örülök, úristen. Bár mondjuk mi közöttök ez, mindegy. Úgyhogy még egyszer mondom, hogyha érdekelne esetleg titeket ilyen Nintendo gameplay, akkor majd valahogy felrögzítem ezt, és hát felveszem. Megint reggel van, és nem tudok beszélni. Mindegy. Úgyhogy hát akkor még találkozunk majd, remélhetőleg. Ott egy püge. Azt figyeld, milyen mesteri zoom alkotású kép. Mi az a lába, vagy kéz, vagy mi az? Hát püge! Hát aranyos vagy. Várjál, mi ez? Rezeg a kamera. Szerbusz, püge. Te már úgyis rég voltál a videóban, köszönj a nézőknek. Szia, püge. Köszönöm. Mi az? Mi ez? Úristen, hogy tudsz így aludni? Jó van, aludnájál. Ügyes vagy. Itt egy múpárna. Ott van Das is Zlatan PLS. Köszönöm, Mark, még ezúton is még egyszer. Na, mindegy. Az a lényeg, most így fogok videózni, mert rájöttem, hogy a videó elején, egy kicsit arrébb is teszem a kamerát, így voltam, és így meg rohadtul nem láthatok semmit, csak én. De erre nem gondoltam. Mindegy, annyi a lényeg, most még ez a júliusi vlog záró része lesz, amúgy már augusztus 2-a van. Nem tudom, de 2-a van, igen, csak nagyon sok minden közbe jött, és nem tudom egyáltalán, hogy legyen tovább az egész YouTube-os karrierem, meg minden, de most úgy néz ki elég, hogy megfenek lettünk, és most nem tudok sehova menni, hanem állok egy ponton, és ez szar. És ezt minél hamarabb meg szeretném oldani, de amúgy úristen bejött, hogy hangja, mi ez? Nézzétek már, mi a szar? Mekkora hangja ez? Te mindjárt, vagy ez nem hangja, nem tudom, valami bogár, mindegy. Krisztina Bug. Igen, szia Mark. Na, szóval az a lényeg, hogy most ez a záró rész lesz. Nem olyan lett ez a júliusi vlog, aminek terveztem, viszont teljesen más lett, ami lehet, hogy jó. Mindegy, tehát most így nagyjából összefoglalva, ami lehet, hogy megy a ventilátor és szart csak hallottok, de mindegy. Nem tudom, mostanában olyan a életem, hogy így semmi nem úgy van, ahogy én szeretném, vagy eltervezem. És ez rohadtul szar, mert így valamit tényleg így eltervezek, vagy így mondok valamit, hogy szeretnék így, és így teljesen nem az van. És az a baj, hogy ez a főleg a YouTube-os karrierem is befolyással van, úgyhogy egyelőre nem tudom, mi lesz, hogy most én egyáltalán így folytassam ezt a YouTube-ot, vagy ne, mert állandóan ezen gondolkozok, most már így szinte semmi nem úgy jön össze, hogy én tudjak YouTube-ozni sajnos. És egyre ebbe a tendenciába haladunk, hogy ahogy haladunk előre, annál szarabb lesz ez az esélyeim, hogy én normálisan tudjak YouTube-ozni, úgyhogy tényleg nem tudom, mi legyen, egyáltalán nem. Úgyhogy az lesz, hogy akkor ezt a videót ezt most akkor majd megvágom. Ugye most az lesz, hogy lesz egy ház felújítás, és nekem a szoba ki lesz festve, meg kicsi újítás lesz benne egy pár helyen. Úgyhogy az majd, hogyha még lesz augusztusi vlog, akkor az majd abba fog menni. Csak mondom, akkor ezt lezárom, ezt a júliusi dolgot. Úgyhogy így nagyjából ennyi, igen. Ja, még azt képzeljétek el, ezt nagyon gyorsan még elmondom, ugye a egyetemi dolgokról. Hogy hát úgy néz ki, hogy na, tehát kezdjük ott az elejénél, akkor lehet, hogy leülök, mert lehet, hogy egyszerűbb lesz nekem. Igen, mostanában ilyen bentinc vlogok vannak inkább, mindegy. Tehát az a lényeg, hogy ugye 20-án, mindegy, nem is ez a lényeg, tették ki a ponthatárokat, és mindenkinek küldtek egy SMS-t, hogy gratulálunk, felvettek, mit tudom én, de budapesti, a Ku Klux Klánba, mit tudom én, milyen Voldemort, mi az Isten, jaj, azt nem szabad kimondani, mindegy. És nekem meg küldtek egy olyan SMS-t, hogy hát nem értem el a ponthatárt, és így nem vesznek fel, mondom. Hát ez ugye elég gáz, mert hogy mi úgy kiszámoltuk, és elvileg fel kéne, hogy vegyenek. És az volt még a fura, hogy van egy ilyen felvételi honlap, ahol kiírják, hogy mihez mennyi pont kell, és pont ide a Miskolci Egyetemre, erre a szakra, az volt kb. NI. Úgyhogy nem tudtam, hogy az mit jelent egyáltalán, és utána meg pont nyaraltak, és akkor én meg itthon majdnem már ilyen depressziós, öngyilkossági kísérleteket akartam megkísérni, úristen, nem vettek fel, mi azt szar, érted, hogy legyen tovább az életem, és utána meg kiderült, amikor azért elmondták, hogy azt jelenti, hogy nem indul. Úgyhogy én valami más gondoltam, nem tudom, hogy nincs elég pont, vagy nem tudom, mindegy, tehát az volt a lényeg, hogy amúgy megvolt rá a pontom, de nem indul, úgyhogy nem leszek mégse egyetemista, úgyhogy most fogalom sincs, hogy mit fogok magammal kezdeni.
gondoltam arra, hogy elmegyek egy évet dolgozok, aztán lehet, hogy jövőre, ha ugyan össze, akkor elkezdek egy egyetemet, vagy OK-s képzés addig elvégzek, és akkor meg egy nyelvvizsgát, meg egy jogosítvány mellé, mert ugye nekem ezek még nincsenek, vagy csak úgy vagyok, aztán jó napot kívánok, úgyhogy fogalmam sincs, mi lesz velem, de ezt gondoltam, hogy elmondom, hogy nagyon örültem, hogy egy nagy egyetemista leszek, aztán végül is rohadtul nem. Aztán kiderült, hogy végül is az lennék, de nem indult a szak, mert kevesen voltak rá, úgyhogy köszönöm szépen Miskolc Egyetemért. Tehát minden ott Debrecenben, Egerben, ott nincs egy egyetem, de mindegy építenek. Budapesten, Kecskeméten, Győrbe, Szegen, mindenhol indul ez a szak, csak Miskolcon nem. Úgyhogy köszönöm szépen. Minden nem is ez a lényeg, úgyhogy hát akkor ennyi lett volna ez a júliusi vlog. Akkor ezt én megvágom, remélhetőleg nem lesz lipsync hibás, mert ezek már állon az, tehát már mindegy, úgyhogy most lehet, hogy ez még nem fog kikerülni most, de megpróbálom mindenképpen amúgy még ma megvágni, és renderelni, hogy hát ha jó lesz, és akkor most elég sűrű lesz még ez az augusztus eleje, aztán meglátjuk, úgyhogy lehet, hogy a következő hónapos vlogot úgy fogom kezdeni, körbe mutogatom a szobát, és akkor majd, hogy milyen volt, meg milyen lesz utána. Úgyhogy igen, nagyon intenz volt az a július hónap, tehát minden történt egyszerre, úristen. De azért remélem, hogy tetszett nektek. Úgyhogy hát, ja, na mindegy. Úgyhogy akkor remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, nyomatok egy like-ot mindenképp erre a videóra, illetve nézzétek meg a többi hónapos vlogot is, illetve nézzétek fel a csatornámra, és nézzétek meg a lejátszási listákat. Már három dolgot kellett mondanom, úristen. Illetve majd még a videó végén itt fel tudtok iratkozni valamelyik oldalon, meg a másikon. Várjatok, hogy van, azt hiszem itt tudtok feliratkozni, nem? Itt tudtok feliratkozni, meg a többi hónapos vlogot tudjátok megnézni, lehet, hogy fordított, tök mindegy. Úgyhogy igen. Úgyhogy most már elkezdem szépen lebontani a szobát, de az majd lehet, hogy a jövő hónapi vlogban lesz benne egy része, és igen. Igazából még a 4 éves köszönet videót még mindig nem fejeztem be, de az szerintem már ilyen egyedüli projekt lesz, tehát azt csak így egyedül fogom megcsinálni az egészet. Viszket az orrom, mert most mostam hajat, ez tök összefügg, igen, tudom, mindegy. Ezt csak én értem, úgyhogy igen. Úgyhogy még lehet, hogy augusztus az még jó hónap lesz, meglátjuk. Úgyhogy találkozunk legközelebb a következő hónapos vlogban, addig is szia! Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, feliratkozni itt tudtok, a többi videót pedig itt tudjátok megnézni.